Üdvözlöm Önöket, lapozgató műsorunkban. Ezen a héten a Kisoroszi Hírmondó februári számából tallózunk. Az elmúlt hónapokban a környező települések mellett Kisorosziban is megfigyeltek hódokat vagy a tevékenységükre utaló nyomokat a Dunaparton. Ezek az állatok kizárólag a téli időszakban erős állkapcsuk és két szemfoguk segítségével döntik ki az általuk kiválasztott fűz- és nyárféléket, majd a vízbe zuhanó növényekről fogyasztják el a rügyeket. Mivel a hódok a folyó 20-30 méteres körzetén belül tevékenykednek, elsősorban az ebbe a sávba eső fák vannak kitéve a rágásnak. A kifejlett példányoknak egy combvastagságú fűzfa elcsócsálásához egy éjszaka sem kell. A témával kapcsolatos további érdekességeket a Kisoroszi Hírmondó címoldalán találnak az olvasók. Az elmúlt év decemberében a Demokrácia Műhely Egyesület és Pázmánd község önkormányzata felhívással fordult a magyarországi önkormányzatokhoz azzal kapcsolatban, hogy lehetőség szerint csatlakozzanak a 100%-os önkormányzatok klubjához. A kezdeményezők olyan településeket keresnek, amelyek vállalják, hogy közérdekű adataik teljes körű közzétételével tökéletesen átláthatóvá teszik a gazdálkodásukat és működésüket. Az ülésen Nádasdy Csontos Elek polgármester elmondta, hogy tetszik neki a kezdeményezés, és meg fogják vizsgálni a csatlakozási lehetőségeket. 2016-ban emlékezünk Görgei Artúr honvédtábornok és hadügyminiszter halálának 100. évfordulójára. Visegrád város önkormányzata és a Mátyás Király Múzeum ebből az alkalomból emlékévet hirdetett, melynek keretében egy különleges programsorozat kezdődött meg január 30-án. Az emlékévhez Kisoroszi is csatlakozott. A település a nagyobb eseményeken való részvétel mellett egy érdekesnek ígérkező kiállítás létrehozását vállalta. Újvári Ignác festőművész és Görgei Artúr kapcsolata, barátsága még kevesek előtt ismert. A hagyatékát ápoló, Ausztráliában élő rokon Újvári Valéria, akitől a Kisoroszi önkormányzat sikeresen megvásárolta az újvári műtermet, azonban említést tett a két férfi ismerettségét bizonyító levelezésről és a birtokában lévő dedikált fotókról. Megígérte, hogy eljuttatja ezeket a dokumentumokat Kisorosziba, így létrejöhet egy különleges kiállítás, amely Görgei Artúr személye előtt tiszteleg. Az újság harmadik oldalán Kovácsné Molnár Zsuzsa könyvtáros teszi közzé a művelődési ház híreit. Bár még csak éveleje van, az intézményben már javában zajlik az élet. Az óvodások balett oktatáson vesznek részt, a country és társas táncosok gyakorolnak a tavaszi és a nyári rendezvényekre, és a nyugdíjas klub tagjai is bőven találnak maguknak elfoglaltságot. Kovácsné Molnár Zsuzsa az állandó programok mellett szeretne színházi előadásokat szervezni, kézműves foglalkozásokat tartani, valamint írók, költők könyvbemutatóját beiktatni az eseménynaptárba. Schumacher Tamás a Hírmondó negyedik oldalán idézi fel a himnusz születésének történetét, mely eseményhez kapcsolódóan 1989 óta a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Az iskolások részvételével zajlott le a Magyar Kultúra Napi megemlékezés a Kisoroszi Művelődési Házban. A diákok műsorukban elszavalták a himnuszt, ezzel jelképezve, hogy hamarosan ők veszik át a felnőttektől a kultúra ápolásának hagyományát. A megemlékezés keretében szó volt még az egykor Kisorosziban élt művészekről, akik a településen találták meg az alkotáshoz szükséges ihletet és nyugalmat. A rendezvényen Péterfi Gergely elmondta, hogy az ilyen alkalmak és összejövetelek azért fontosak, mert ezeken van lehetőség arra, hogy a fiatalok magukévá tegyék a kultúra szeretete iránti igényt. A Kisoroszi Református Gyülekezet tagjai is csatlakoztak az idei Tahitót faluban megrendezett ökumenikus imahét programjaihoz.
Pályi Péter lelkipásztor szerint jó volt újra átélni a testvéri egyetértés szépségét és megtapasztalni, hogy mennyire erős az a szeretet, mely összefűz minket Jézus Krisztusban. Az ige hirdetések is erről a szeretetben levő erőről és hatalomról szóltak. Korbuj Gertrúd szerint Ady Endre halála után is az az ember, akinek költészete mindig aktuális, aki legtöbb írásában a jövőnek üzen. Van a verseinek egy megmagyarázhatatlan, de erősen szuggesztív hatása. Bármiről is szól a vers, Ady minden sora lelkesít, felkavar, különös erőt sugároz. A költőóriás azon kevesek egyike volt, aki bár érezte az élet fájdalmát, kétségét, dühét, boldogtalan diszharmóniáját, de alakításában mégsem akart részt venni. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, szelleme, emberi nagysága és gondolatai azóta is itt élnek köztünk versei által, írja Korbuj Gertrúd. Az elmúlt évben 62 résztvevője volt a Kisoroszi Önkormányzat által támogatott Kiskert Nagy Öröm elnevezésű pályázatnak. A résztvevők visszajelzései alapján sikeresnek mondható program 2016-ban is folytatódik. A megfogalmazott célok hasonlóak a tavalyihoz, azaz szerepel benne a helyi konyhakerti tevékenység népszerűsítése, az egykor jól működő kisoroszi zöldség- és gyümölcstermesztés hagyományainak őrzése és ápolása, valamint a megszerzett termelési tapasztalatok átadása a fiatalabb generációk számára. Előre láthatólag február 20-ától lehet érdeklődni a jelentkezési lapokkal kapcsolatban, melyek Benedek Károly önkormányzati képviselőnél lesznek elérhetőek. Miután a jelentkezők az adatlapot kitöltötték, átvehetik a vásárlási utalványokat, amiket az önkormányzattal együttműködő gazdaboltban lehet beváltani. Január 25-én Fekete István születésének 116. évfordulójára emlékeztek az íróról elnevezett óvodában. Az eseményről Szűcsné Vitéz Éva intézményvezető számol be a Hírmondó 7. oldalán. A szakhatóságokkal folytatott sikeres tárgyalássorozat és több helyszíni szemle után február végén kezdődhet meg a Kisduna partján található ártéri erdő rendezése Kisorosziban. A munkálatokat Tóth Zsolt erdőmérnök felügyeli, de az önkormányzat számít magánszemélyek segítségére is, hiszen a településen élők érdeke, hogy kellemes környezetet teremtsenek a területen, és ismét kialakuljon egyfajta harmónia a természettel. Elsősorban felnőttek jelentkezésére számít az önkormányzat, mely azt is vállalta, hogy a munkaterülettől kissé távolabb felügyeletet biztosít gyermekek részére. Így a felnőttek biztonságban tudhatják a fiatalokat, akik ráadásul megtanulhatják az összefogás és együtt dolgozás fontosságát. További részletek a témával kapcsolatban az újság utolsó 8. oldalán. Kedves nézőink, ezzel a Kisoroszi Hírmondó februári számának utolsó lapjához érkeztünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!